Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Az előbb a Black Stage zenekar játszott nekünk, akikkel többek között most az X-faktoros megmérettetésről is beszélgetünk. Majd sziasztok! Szia. Mit is hallottunk egészen pontosan? Johnny Cash feldolgozását, a Hurt című dalt. Azért most már ugye sokkal lazábban játszottok, gondolom, hogy az X-faktor felvételeinél azért eléggé jelentős volt az izgalom. Igen. Most hát így volt rajta nyomás. Így visszagondolva, hogy érzitek? Mennyire élitek meg mondjuk veszteségként, hogy nem jutottatok tovább, vagy inkább az egy hatalmas buli volt és lehetőség, hogy addig eljutottatok, ameddig? Inkább a második. Szóval én nem érzem veszteségnek egyáltalán. Egy jó buli volt, meg jó volt, hogy belelátni egy kicsit, hogy működnek a dolgok, hogy dolgoznak a profik. Én abszolút élveztem. Hát ott voltatok a Black Stage-be, gondolom, most aztán tényleg. Igen. Mi az, amit profitáltatok egyébként ebből az időszakból? Hogy látjátok? Vagy mennyire változott meg a zenekar élete azóta? Hát a zenekar élete szerintem egyáltalán nem. Szóval annyira sokáig azért nem jutottunk, hogy ebből hírnév is legyen. Azért volt egy kis nézettség megugrás ott nyilván. Egyébként a zenekarnak is jót tett, hogy együtt voltunk ott a táborban, mint 3-4 napot. Igen, kis csapatépítő. Úgyhogy összekovácsolódtunk még jobban, ugye. Szerintem mindenféleképpen minden szempontból jó volt az egész. Olvastam végül is a Fanni, hogy hogyan is találtak meg téged. Ugye egy szórakozó helyen hallottak, és felfigyeltek tulajdonképpen az orgánumodra. Mennyire lepett meg az, hogy felkértek, vagy
Ezt te hogy élted meg annak idején, hogy bekerültél ide a Black Stage-be? Hát 17 éves voltam, úgyhogy persze hát ilyen hatalmas dolognak éreztem, hogy végre egy zenekar, mert elég óta gondolkoztam ezen. Úgyhogy örültem neki persze. Attila, te tulajdonképpen itt a sztárjaidat hozod el hozzánk, ugye? Hát, köszönöm, az igen. Az egyik feladatod, még itt lázas betegen is, hogy a Klub Hollywoodnak a programjait népszerűsítsük. Ezek szerint ugye a fiatalok hamarosan játszanak majd. Március 9-én bizony a Péterrel beszélgettünk sokat, és ugye mi már az előző adásokban is beszéltünk arról, hogy nyíregyházi zenekarok folyamatosan lépnek fel a Klub Hollywood színpadán, ami nem csak nekem, hanem a zenekaroknak is, hát hogy is fogalmazzak, megtiszteltetés. Mert hogy a Péter is úgy keresett meg, hogy nagy megtiszteltetés lenne, hogyha a Klub Hollywood színpadán felléphetnének, amit nyilván én pozitívumként élek meg, mert legalább a hírneve akkor eljutott odáig. És így igen, március 9-én. Nagy csapatok lépnek föl nálatok, ugye gyakorlatilag tényleg sikerszériának is nevezhetjük azt, hiszen nagyon sokan látogatnak el. Nem jöttél üres kézzel, üres zsebbel, mint a kisfakon, de benne a nadrágban ugye belépő jegyek is vannak, és egyébként a Black Stage is ajánlott föl itt jegyeket, úgyhogy szerintem egy picit szórjuk szét a kérdéseinket a nézőknek, akik pedig a Facebookon válaszolhatnak majd ezekre a kérdésekre. Attilám, te mit szeretnél megtudni a nézőktől? Március 3-án lesz a Klub Hollywood színpadán egy zenekar, nevesítve a Margaret Island zenekar. Nekem a kérdésem az volna, hogy a Margaret Island zenekarának a főhősének a neve, amelyre 2 darab kétszemélyes belépőjegyet kisorsolunk. 2 darab kettő személyes? Tehát akkor tulajdonképpen egy 4 tagú. Nem vagyok annyira jó matekból, de úgy összeraknom, ugye? A 2 darab kétszemélyes, az úgy jó. Oké, tehát egy 4 tagú baráti csapatnak például szerintem ez nagyon jól jöhet. Beszélünk még arról, hogy mi minden lesz még most már lassan, reméljük itt a tavasz, de egy kicsit akkor térjünk vissza a csapatra. Meséljetek még arról, hogy milyen terveitek vannak egyáltalán. Gyakorlatilag ugye itt a mai műsorban 2 dalt hoztatok el, de hogyan gondoljátok a jövőt? Változtok-e valamennyit stílusban, mondani valóban? Hát stílusban nem nagyon, szerintem próbálkoztunk. Egy picit finomodott a dolog, de olyan hatalmasat nem, szóval a megszokott maradt. És hát most a tervek igazából az, hogy ugye tavasztól fesztiválok, reméljük minél több, és a felvételeket csináljuk tovább. Most elkezdtük ugye, pont ezt, amit az előbb játszottunk, az már fent van YouTube-on. Uh-huh. Igen. Akartam kérdezni, hogy hol, de inkább nem is ez a lényeg, hanem hogy tehát ezeket a felvételeket egy lemez formájában gondoltátok, vagy pedig valahol az interneten? Nem, hát én felveszem otthon, és felrakjuk YouTube-ra konkrétan. De értem, azt hittem, hogy egy stúdióba vonultatok. Hát már. Nem. Csak így szolidban toljuk ezt a dolgot. Miért nem olyan egyszerű, Fanni? Anyagi dolgok miatt nehéz? Vagy hát nyilván anyagi vonzata is van, meg időben is, ugye ez rengeteg. És hát így is ugye nehéz összehozni ezt az egészet, hogy haladjunk. Úgyhogy arra most nem tudtuk egyszerűen időt szánni így a koncert előtt, hogy stúdióba vonuljunk, de igyekszünk. Egyébként mit jelent nektek a zenélés? Az életetekben hol helyezkedik el? Ezt még senki nem kérdezte, szerintem. Hát nekem úgy az első között, frankon. Nem, te abszolút az első között. Az teljesen egy más élmény, mint mondjuk itt ülni és beszélgetni. Persze ez is tök jó, de az ami más világ abszolút. És mindegy, hogy 2 embernek, vagy 30-nak, vagy 40-nek. Ugye Fanni rólad olvastuk, hogy gyakorlatilag azért a világot jelentő deszkák, azok a te életedben nem csak a koncertezést jelentik, hanem azért egy picit, nem azt mondom, hogy nagyobb, hanem talán más jellegű terveid vannak, hiszen színésznőnek készülsz. Igen. Ez sem egy könnyű vállalkozás, de úgy látom, hogy nagyon elszánt vagy. Egyébként mennyire vagy színházba járó, vagy hogy jött ez, hogy te színésznő leszel? Gyerekkorom óta ez így van. Meg Diakszínjátszó stúdióba jártam, meg járok jelenleg is. Igazából folyamatosan afelé haladok, hogy ez
létrejöhessen ez az álom, megvalósuljon. Azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon jó kis színfolt tulajdonképpen, mert az azok a színésznők, akiknek már van egyfajta ilyen jellegű színpadi rutinja, azok biztos, hogy semmitől sem esnek majd kérdésbe. Sikerült össze, vagy kitalálnotok valamit, egy kérdést esetleg a nézők felé? Igen, igen, az lenne a kérdésünk, hogy melyik volt ez a dal, amivel az X-faktorban tovább jutottunk. Na, hát azt hiszem, hogy itt utána is lehet nézni, hogyha valaki kapásból ezt nem vágja, és amit felajánlottak, gondolom a március 9-i koncertre. Hány igen. főnek, Attila? Kettő. Kettő főnek, akkor a Facebookra várjuk tehát, melyik volt ez a dal, amelyel az X-faktorban láthattunk majdnem titeket. Elmondtam. Jó. Picit Attila még akkor itt erről a bizonyos tavaszi szezonról, vagy hírekről, vagy valami olyasmiről, amire tényleg büszke vagy. Hát igazából még nem mondhatjuk, hogy a hajrájába ért a klub koncertezés, de hál' Istennek nagyon, nagyon sok zenekarnak jelennek meg új albumai, és nagyon sok zenekar választotta a Klub Hollywoodot a lemezbemutató koncertjének a megtartására. Csak hogy kiemeljek egyet-kettőt, aminek biztos, hogy a közönségben nagyon sokan fognak örülni. Szabó Balázs bandája, akinek napokban jelent meg az új albumuk, és megindulnak koncertezni vele. Vagy mondhatnám az újonnan alakult Carbon Fools zenekart, aki nagyon sokáig csendben volt nyilván a zenekar feloszlása miatt, aztán úgy gondolták, hogy ennek a sikersorozatnak működnie kell tovább. Kiadták az új lemezt, és érkeznek is, elindulnak az országba koncertezni, többek között Nyíregyházán a Klub Hollywoodban is fellépnek. De figyelni kell az oldalt folyamatosan, mert nem értek még véget a jó koncertek, és várunk mindenkit. Na hát Attilám, akkor te gyógyulj meg, mert ugye itt holnap este megint koncert van, nektek pedig sok sikert kívánunk, és mindjárt hallunk titeket, de előtte még egy picit különleges hangszerekről fogunk beszélgetni. Vilám, gyorsan bepakoltuk ezeket a különleges hangszereket. Turcsán András jött el hozzánk a Music World-ből, gyakorlatilag a világ különböző izgalmas hangszereit hoztad el. Azt látom, hogy gyakorlatilag a fém dob kivételével mindegyik valamilyen természetes anyagból készült, valamilyen termésekből, vagy legalábbis annak az utánzatai. És ezek ugye megvásárolhatók. Vannak emberek, akik most komolyan bemennek, és akkor kérnek egy ilyen középkori kínzóeszközhöz hasonló, nem tudom, az olyan, mint azt vett föl, légy szíves, és mutassuk meg a nézőknek, igen. Hát engem abszolút a középkori kínzókamrákra emlékeztet, tehát ez szintén egy ilyen ütős hangszer. Hát ütni is lehet vele. Hát igen, ütni is lehet vele, de nem arra találták ki. Jó, általában ezek a hangszerek mind valamilyen termés, valamilyen fának a terméséből készülnek, vagy pedig valamilyen tökfélékből. Konkrétan például ez egy lopó tökféléből készült, uh-huh. és ez tulajdonképpen egy marakasz egyébként. Aztán vannak itt olyan hangszerek, ami szintén... Bocsáss meg, hol készül? Mert akár magyar is lehetne, de ugye a motivumokból látszik, hát, hogy ez nem egy magyar hangszer. Ezeket általában ilyen az indonéz szigetvilág, meg az ilyen helyeken készítik a természetes helyükön, mert úgy ott lehet előállítani, ott van uh-huh. ilyen alapanyag, és gondolom ezeket benszülöttek készítik el, és nagyobb cégek felvásárolják és forgalomba hozzák. Tehát ezek úgy... Most ezeken is van persze márkajelzés, de most az nem lényeges. Annyira szépek, hogy el tudom képzelni, hogy akár ezeket mondjuk ilyen lakberendezési céllal is megveszi valaki, vagy csak úgy buliból. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy mindenki azért veszi meg, mert ezzel mondjuk zenélni szeretne. Persze, vannak olyan hangszerek, amit szeretnék így a sarokba állítani, mert jól mutat. Uh-huh. Ilyen az esőbot, meg a didzseridú. Tehát így néz igen. ki egy esőbot. Általában nagyon szépen van díszítve. Aki nem tudja, hogy mi az eső, vagy gyorsan elmondom, ez tulajdonképpen egy üreges fa bot, vagy nem tudom, hogy mondjam, és a belsejében csigalépcsőszerűen vannak ilyen kis pálcikák beledugva. Innen kívülről most nem látszik. Feltöltik valamilyen maggal, tehát ilyen valamilyen lencse, máka, nem tudom, teljesen mindegy. Még soha nem néztél bele, nem? Nem, hát nem szedtem szét. És az a lényeg, hogy ha most ezt megfordítom, akkor majd fog örülni a hangmérnök, akkor a szemcsék elkezdenek potyogni lefelé az aljába. De mivel, hogy akadályba ütközik, ezért
ezért ilyen szép lassan, és akkor ezért esőbot a neve, mert az esőcseppeknek a... Igen. Most arra gondoltam, aki, elnézést, bár ez szerintem nem korhatáros szöveg, szóval, hogy aki nem tud pisilni, akkor mondjuk ezt így halkan mozgatja, igen, és biztos, hogy megjön az ihlet. A didgeridút pedig fújni kell, ugye az is nagyon érdekes, és igen, nagyon nehéz megszólaltatni, ezt viszonylag könnyű. Aztán hoztál egy olyat, ami úgy néz ki, mint egy léghajó, legalábbis ránézésre, ez a sárga. Igen, ez a két hangszer, guirónak hívják mind a kettőt, uh-huh, ezt is, meg ezt is. Ez az érdekessége, hogy az eredeti guiró tökből készül, mégpedig hasonló lopótökből, tehát ilyen különböző hosszúkás formájú tököket használnak. A latin zenében ezeket a hangszereket mai napig használják. Ha valaki látott szantan a videóklipeket, uh-huh, biztos, hogy látta, hogy az énekes kezében van guiró. Ez spanyol, vagy portugál, vagy milyen kifejezés a guiró? Hát ezt nem tudom pontosan, de ami a lényeg, hogy a mai hangszeripar nagyon sokszor új alapanyagokat keres. Mert, ez olyan, mint a műanyagból. Nem? Igen, mert ez műanyagból, aha, van, ugyanis sokkal tartósabb és sokkal határozottabb hangja van, értem, mint egy... Szabad megszólaltatni? Hogyne. Tehát ezek ez olyan, mintha valakinek a hátát vakargatnánk. Persze vannak rajta más méretű barázdák is. Ez pedig ugyanaz, csak fából készült, ami egyébként sokkal diszkrétebb hangja van, mint egy olyan anyagból készült guirónak. Árban egyébként van különbség? Hát van, igen. Igen. Melyik a drágább, a fa? A műanyag. A műanyag, komolyan? Hát nyilván itt már a tartóságát nézik ugye elsődlegesen. Igen. Na, itt egy ilyen, igazándiból ez úgy néz ki, mint egy ékszer, hiszen ha az jól is látom, látod, hogy egyből nyilván mire nyúltam rá, aha, egy karkötője. Igen. Na most nekem is vannak olyan karkötőim, amelyek akár, hát ha ilyen hangot nem is adnak, itt az ember nem tud lopakodni egy ilyen karkötővel, de ezt gondolom akkor zenészek használják kifejezetten olyan célra. Igen, itt azért érdekes ez a dolog. Táncosok? Mert, igen, táncosok is használják, ugyanis ezek már például afrikai eredetű, aha, hangszerek, nevezzük hangszereknek őket, ezek ilyen zajkeltő eszközök. Annak és más a hangja, bocsánat. Igen, igen. Az a Juju diónak a terméséből van, uh-huh, ez pedig a Csacsa diónak a terméséből. Hol? Ennek más hangja van. Igen, az magasabb. Igen, igen, és az hangosabb. Ez meg hangosabb. Úgyhogy, és ezeket készítik úgy, hogy ilyen gumis, tehát ilyen karra felvehető. Uh-huh. Ilyen, sőt, lábra igen, is. Igen, lábra is fel lehet, de van olyan kivitel is, aminek van nyele, tehát van fogantyúja. Egyébként ez a tökféle, ezt is készítik modern kivitelbe, tehát nagy műanyag gömbbel, meg mit, uh-huh, tudom. Ennek igazából az lenne, hogy sekere. És a sekerét... És sakira használja? Nem. van egy háló, egy ilyen netzháló, uh-huh, és ilyen kis bogyók vannak itt rászőve, ez nem tudom, valamilyen fának szintén gondolom, valami termése. Uh-huh. És az a lényeg, hogy el tudom mozgatni benne. És akkor ad egy ilyen jellegzetes hangot, hát maga a tök, uh-huh, felerősíti azt a súrlódó hangot, ahogy a külsején ez csiszolódik. És akkor mi az? Mert közben én is itt a kezembe vettem, ez egy kis dob, hát én csak itt... Az a közel-keletről való, tehát az egy ilyen kis mini darbuka egyébként. De jó, de te profi dobos vagy, úgyhogy légy szíves, hát valami. Megütögetem. Ezeknek a kicsiknek nincs igazából olyan nagy hangja, ezek inkább mint dísztárgyak funkcionálnak, az ilyen kicsik, mert a nagyoknak van igazából szép hangja. Ezeket alumíniumból készítik, és minden török bazárban lehet, sőt, talán kötelező is venni, uh-huh, mert ha nem, akkor megsértődnek. Tehát almateát kell inni, és venni egy ilyen, igen, akár egy bőrkabátot, meg egy kis hamis parfümöt. Igen. Na, akkor nézzük ott azt a furcsaságot. Igen? Ez egy nagyon érdekes dolog. Egyébként a neve az, hogy Vibra Slap. Sokan nem tudják, hogy ezt hogy kell használni. Nem, az eredetit én sem tudom egyébként, hogy ez hogy nézett ki. Az a lényeg, hogy ez egy ilyen acél rudazatit meghajtva, uh-huh, és itt van kettő darab falemez, de itt műanyaggal pótolták, és van egy nyelve. És a nyelv ki van fúrva, és vannak benne fémrudacskák. És hogyha ezt én most megütöm, akkor az egész be fog rezonálni, és a rudacskák elkezdenek ugrálni a két falemez között. Uh-huh. Ennek a hangja gondolom ismerős lehet, mert... Picit tudod, mire emlékeztet? A dorombra.
Hát, az is, hogy, mondjuk, de lehet, mondjuk hogy arra. De mondtam. Elsősorban, mikor mit tudom én, a filmesek készítenek báb vagy rajzfilmeket, és valamilyen hangot kell utánozni, ezek már ilyen hangutánzó hangszerek, mondjuk így. És akkor ugye valamit ki kell fejezni, valamilyen mozdulatot, vagy valamit, akkor az ilyenekhez szoktak folyamodni. Tényleg, ez érdekes lehet egy ilyen rajzfilm, igen, szinkron, igen. Biztos tele van ilyen különböző hangszerekkel. Ezek lehet azt mondani, hogy tradicionális hangszerek a világ bizonyos részein, itt nálunk viszont mindenképpen különlegességnek számítanak. Általában megújítjátok az árukészleteteket? Tehát évről évre fedeztek fel ilyen különleges hangszereket, vagy van egy ilyen standard pak, és azt mondjuk megveheti bárki? Igen, ez jó kérdés. Mindig keresünk újakat. Tehát mindig, mikor találunk valami érdekes dolgot, akkor azokból úgy rendelünk, és az emberek úgy nyitottak rá, nem ismerik konkrétan, nem tudják, nem keresik, hanem bejön, hogy szeretne ezt vagy azt vásárolni, akkor úgy megmutatjuk a kollekciót, hogy most ez van, ilyen érkezett. Például hozhattam volna tényleg azok ilyen pár száz forintos termékek, különböző sípok, kacsasíp, ilyen nádirigó síp, meg mit tudom én, és fantasztikusan jó hangjuk van. Múltkor egy apuka az összes sípból vett a gyerekeinek, mert úgy gondolt, hogy ez jó buli lesz. Hát biztos. Hát síppal dobbanál hegedűvel. Szerintem legutóbb ugye az ukulele bandával voltatok, igen, itt, akkor én még azt hittem, hogy az ukulele az így a Vejnemőjnen nagybátyja, aztán rájöttem, hogy egy hangszer, és képzeld, hogy még el is mentünk, és Tibi megmutatta, hogy hogyan kell ezen az ukulelén játszani, úgyhogy tervbe vettük, hogy ukulelén is fogunk tanulni. Elképzelhető, hogy valamelyik gyerek, aki most látta ezt a műsort, itt ráizgult valamelyik hangszerre, úgyhogy lehet, hogy a jövő kiváló, nem tudom, mi a neve, esőztető? Esőbot. Igen, esőbot forgatója is ott ül valahol a nézőink között, úgyhogy köszönjük szépen, hogy mindezt megosztottátok, vagy megosztottad velünk, de úgy gondolom, hogy a ti üzletetekben egyébként nem csak ezekkel, hanem a hagyományos hangszerekkel, igen, is lehet ismerkedni, akár ki is próbálni, ugye? Igen. Hát akkor köszönöm szépen, és kellemes tavaszt kívánunk, köszönjük, mert hogy hamarosan már itt a tavasz, mi pedig már is vájt fülekkel hallgatjuk a Kölcsei Televízió színpadán a Black Stage. És most figyelj, ez csak egy dal, nem kell a zaj, nem kell a baj. De végre magad, ez egy túl jó pillanat, hogy leszem el, dúdolj veled, megnyílik a végtelen, ez most életben tart, ez az érzés felkap. Te, aki az utcán sétálsz, te, aki rózsát kínálsz, te, aki tanulsz, mint egy gép, na ebből elég. Te, aki a hajat éped, te, aki a söröt kéred, te, aki gürtölsz minden nap, most éred jól magad, és most figyelj, ez csak egy dal, nem kell a zaj, nem kell a baj, engedd el végre magad, ez egy túl jó pillanat, úgy lesz szemed, dúdolj veled, megnyílik a végtelen, ez most életben tart, ez az érzés felkap. Félünk, hogy nincsen társunk, néha úgy érezzük, egyedül járunk. Néha a problémákra nincs jó megoldás, és olykor minden sarkon vár ránk egy csalódás. Ugye már voltál a sor végén, én is húztam a legmélyén, ezt mindent elejtjük, majd holnap eredezzük. És most figyelj, ez csak egy dal, nem kell a zaj, nem kell a baj, engedd el végre magad, ez egy túl jó pillanat, hogy leszem el, dúdolj velem, megnyílik a végtelen, ez most életben tart, ez az érzés felkap. Csak egy dal.
Kedves nézők, köszönjük e heti figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is, ne felejtsenek el kérdéseinkre választ adni. Ha véletlenül elfelejtették volna a kérdéseket, akkor a Kölcsei Televízió Facebook oldalán utána nézhetnek és nyerjenek minél többet. Kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!